Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok beszélni, amik szerintem tökéletesek strandoláshoz. Vagyis olyan könyvek, amiket a strandon, vízparton gyorsan lehet olvasni, gyorsan föl lehet őket venni, és úgy nem nagyon veszítél az ember a fonalat, mert nem túl bonyolultak. Úgyhogy összeszedtem 5 ilyen könyvet, ami szerintem nagyon, nagyon jó vízparti olvasáshoz. Úgyis most már jön itt a nyaralás szezon, mindenki megy strandolni, meleg van, úgyhogy szükség van az ilyen könyvekre is. Az első könyv, amit strandoláshoz ajánlok, az John Green-től a Papírvárosok. Ezt a könyvet én is pont így nyáron olvastam, konkrétan vízparton, igen, olyan időszakban volt addigra, mire én ezt olvastam. Egyébként John Green könyvei nagyon jók ilyen, tényleg ilyen vízparti olvasáshoz, mert a Papírvárosok, és majd mindjárt még mondok még egyet, az ez a kettő, ez tényleg ez ilyen kis könnyed nyári olvasmánynak tökéletes. És a Papírvárosokban Quentint követjük végig, aki nyomoz mondhatni Margot eltűnése ügyében. Margot, oké, néha csekkolnom kell a neveket, mert ezeket egy-két könyvet régen olvastam, és nagyon sok név van bennük. Szóval próbálja kideríteni, hogy hova tűnhetett el Margot, és ennek az egész eltűnésnek így a rejtélyét próbálja kisilabizálni, mert pont az eltűnés előtti napon ők együtt töltenek, hát egy mondhatni egy estét, éjszakát, mármint hogy így kalandoznak fel alá a városban és a környékén, és hát így nem érti, hogy akkor most mi is történt, meg hogyan, és nagyon érdekli, hogy tényleg mi a magyarázata, és hova tűnt el ez a lány. És igazából ezt követjük végig, így az iskola vége felé, szóval még a környezet is ilyen nyárias, tavaszias nyárias, és ez egy nagyon jó könyv, és még mindig újra kéne olvasnom már, vagy 2 éve, de nem baj. Mint emlegettem, egy másik John Green könyvet is ajánlani fogok ebbe a sorba, ez pedig a Catherine a köbön. Ez így szerintem John Green-től, amiket így olvastam, az egyik legkönnyedebb, de tényleg, mert ez meg a Papírvárosok olyan, hogy így nem depresszióba zuhanok a végüktől. És ebben a könyvben meg, Colin, ami annyi név van ezekben a John Green könyvekben. Szóval ebben a könyvben Colint követjük, akinek eddig, hát most igazából ez talán annyira nem releváns így a sztoriból, de az a lényeg igazából, hogy hát a kiinduló pont, hogy neki eddig mindig Catherine nevezetű barátnője volt csak. És most leérettségizett, és az egyik barátjával, szóval az egyik barátjával beülnek egy kocsiba, és akkor road trip, kis túrázás, utazás Amerikán keresztül be a nagy pusztába, szóval ez konkrétan nyári szünetben játszódik, tehát ez ebből a szempontból még tökéletes is ebben az időben. És hát igazából ők ketten így elindulnak, és Colinnak az a terve, hogy megalkot egy ilyen függvényt, képletet, amivel ki lehet számolni, hogy egy ember mennyi ideig lesz együtt a párjával. És az egész könyv egyébként tele van ilyen matematikai képletekkel, amik így érthetetlenek számomra. Aki jobban szereti a matekot, az biztos érti őket, meg amúgy a végén van egy ilyen függelék, ahol el is vannak magyarázva, hogy miért, hogyan, de ja, az vicces. Szóval igen, próbálja ezt így kitalálni, mert eddig 19 alkalommal volt Catherine nevezetű barátnője, ezzel az írásmóddal, sehogy máshogy. Lehet ez volt nekem így az egyik kedvenc John Green könyvem így ebből az 5-ből, amit olvastam, mert ez tényleg ez csak egy ilyen kis laza, könnyed olvasmány volt, és nagyon élveztem, és nagyon jó volt, és újra kéne ezt is olvasni. Mit nem kellene újra olvasni? John Green-eket nagyon újra kellene olvasnom, mert azokat már régen olvastam. Kivéve az Alaszka nyomában, azt nem akarom. Következő. Ezt, ha mi egy millió alkalommal a videóim felébe nem ajánlottam, akkor egyszer sem. De szerintem kb. Januárban ajánlottam utoljára, úgyhogy ideje ismét újra ajánlom. Mégpedig Ernest Cline-tól a Ready Player One, mert ez tényleg egy nagyon gyorsan, nagyon könnyen olvasható könyv, ráadásul nagyon gyorsan és könnyen magával is ragadja az embert. Fú, a sztoriát már annyiszor elmondtam. Szóval egy ilyen kis utopisztikus világban játszódik, ahol az Oasis igazából az emberek egyetlen menedéke, ez egy ilyen virtuális világ, itt saját avatárt csinálnak, és ezen belül kalandoznak, mert a való világ az egy eléggé romokban hever.
és a készítője, Halliday, hátrahagyott egy húsvéti tojást, egy easter egget, amit aki megtalál, az lesz az Oasis új vezetői kezelője, ura, az övé lesz az Oasis, és hát ez a legnagyobb bevételforrás jelen pillanatban. Szóval mindenki hajt rá, és senki nem találta még meg. Három kulcsot kell keresni, meg három ajtót. A lényeg az, hogy Wade Watts, akit követünk igazából a regény folyamán, ő lesz az, aki megtalálja az első kulcsot. És igen, egy ilyen jó kis kalandos, izgalmas, de tényleg olyan izgalmas, mert a három szintre van osztva, és a harmadik szint az olyan, hogy azt nem tudja letenni az ember, szóval leégés veszély azért van a könyv olvasása során, úgyhogy mindenki legyen bekerve napkrémmel, hogyha ezt olvassa napozás közben. Két mártózás között. Na, a negyedik könyv, ami kicsit így lehűthet, akár nyáron, Philip Pullmantól az Északi Fény, az Úr Sötét Anyagai nevezetű sorozat első része, vagy létezik még aranyiránytű fordításban is, még mindig nem tudom, miért van két címe. Na mindegy, csak hogy így összezavarjon az embereket. És ez a könyv számomra azért bizonyítottan jó strandra is olvasni, mert én ezt speciál olyan időszakban olvastam, amikor pont így nagyon durván náthás, vagy beteg voltam, vagy valami bajom volt éppen, szóval beteg voltam, és az alatt olvastam ezt ki, és hát általában, amikor beteg vagyok, akkor nem nagyon tudok olvasni, mert így nincs meg az a koncentráció képességem, hogy oda tudjak figyelni a történetre, ezt meg mégis ki tudtam olvasni tök simán, pedig még ráadásul angolul is volt. Szóval, hát most azt nem mondom, hogy könnyed történet, de nagyon jól lehet vele haladni, és mondjuk nekem ebből a sorozatból ez az első rész tetszett igazából a legjobban, a második az olyan... A harmadik, meg az is ilyen, tehát ugye a második, harmadik rész az már annyira nem győzött meg, de ez az első rész, ez nagyon jó volt. És ráadásul végig éjszaka játszódik, szóval elég hideg is van benne, úgyhogy ebben a nagy kánikulában jól jöhet. Igazából Lailát követjük végig, ő egy kislány, és ebben a világban minden embernek a lelke így kivetül, és egy ilyen kis démon, nem tudom egyébként, hogy kell kimondani, szóval egy ilyen kis démon, most démonnak fogom. Szóval egy démon képében jelenik meg, ez, amíg gyerekek addig tudják változtatni az alakjukat, és egy idő után pedig megállapodik egyféle alakban, és hát végül is így együtt mennek mindenhova, tehát őket így nem lehet szétválasztani, mert összetartozik az ember és a démona, tehát a lelke. És hogyha szétválasztják, az úgy nem túl szerencsés helyzet. És van ez az aranyiránytű, szóval azt meg lehet, ezért kapta a másik nevet, ami egy ilyen nagyon okos tárgy, és aki tudja kezelni, az így nagyon sok mindenre választ tud kapni. És igazából az történik, az indítja el Lyrát az úton, hogy eltűnik egy barátja, és meg akarja keresni. És hát ez, hogy ő elindul megkeresni a barátját, ez fölforgatja az egész életét, és egy csomó kalandba keveredik bele, és egyébként ebből most lesz HBO-s sorozat is, úgyhogy azt így alig várom, mert a filmet azt láttam, de azt nem folytatták, és azért kíváncsi lennék, hogy ezt hogy tudják megfilmesíteni újra. Szóval, ja, azt izgatottan várom, ezt meg lehet olvasni a strandon. És az utolsó könyv, ami egy nem olyan nagyon túlzottan régi olvasmányom, hogyha azt nézem, hogy hány könyvet olvastam el azóta, hogy ezt olvastam. Ez sajnos a többi le van, fordítva már magyarra, ez sajnos még nincsen. De a hülyeségeket beszélek, már ez is le van fordítva magyarra. Ugyanez a címe magyarul is, ezért volt egy kis kavarodás bennem. Ez pedig Rainbow Rowell-től a Fangirl, és erről beszélek a márciusi összegzésemben, mert egy március volt az utolsó hónap, amikor valami említhető mennyiségű könyvet olvastam. És ezt a könyvet kb. Két nap alatt olvastam ki, tehát így 300-asával olvastam, és van összesen 400 oldal, úgyhogy igen, elég jól haladtam vele. És az a lényeg, hogy Kath és Wren ikrek, és ők most elmennek egyetemre, kollégiumba, és hát Wren próbál egy kicsit így kiszabadulni abból, hogy ők ikrek, és akkor ő ilyen vadabb életet él, Kat meg
ilyen kis introvertált, nem akar el, ő szereti a megszokottat, nem akarja ezt az egész kollégiumi, egyetemi életet, amit Vren próbál folytatni, ráadásul Vren nem is akar vele szobatárs lenni, szóval így teljesen új környezetbe kerül, új hatások érik, és ez annyira neki nem tetszik, ráadásul ő inkább Simon Snow fanfictionöket írogatna, és ez az élet az, hogy neki megfelelne, és hát ugye végül is ez forgatja föl neki az életét, és ez így az egésznek így a lökéspontja, hogy Vren nem lesz a szobatársa, tehát neki új szobatársa lesz, ismerkednie kell, ugye az egész új élmény az egyetem. És ugye ott van azért a szerelem a levegőben, mert az is kell, és imádom, ahogy Rainbow Rowell írja ezeket a könyveket, mert eddig olvastam tőle ezt, az Eleanor és Parkot, illetőleg a Carrion-t, és mindegyik annyira cuki, fluffy, szívmelengető olvasmány volt, hogy ez valami hihetetlen, és ezt imádtam elejétől végéig. Szóval igazából bármelyik Rainbow Rowell könyv olyan, hogy bármikor és bárhol, bármilyen mennyiségben. És de ez tényleg nagyon. Ráadásul jó, igen, iskola van benne, aztán most pont így iskola vége van, de nem baj, nagyon jó könyv, szóval ezt mindenki olvassa el, aki csak teheti, mert irtózatosan jó olvasmány. És hát igazából vannak benne ilyen fanfiction részletek, de azt így nem muszáj tudni hozzá, mert nem olyan fontos, azokat maximum azért érdemesebb elolvasni, hogyha valaki szeretné a Carrion-t, itt van mögöttem, a Carrion-t elolvasni, mert ebben a fengörben lévő kis részletek, azok adhatnak valami tájékozódást a Carrion előzményéhez. Szóval igen. Én ezt az 5 könyvet ajánlom strandon olvasásra, de hogyha esetleg nektek is lenne valami könyv, amit úgy gondoltok, hogy strandon nagyon jó olvasni, kommentben hagyjátok le a címét. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!